Kedves nézőink, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket 2017 márciusában a Lelki Otthon idei első műsorában. Egy picit hosszabban csendben maradtunk most Saller Tamás református lelkésszel, de innentől kezdve ígérhetjük, hogy havonta minden alkalommal ott leszünk a tévékészülékeken, a képernyőkön, tehát találkozhatnak velünk. Arra kérném, hogy beszéljünk egy picit a 2016-os évről, hiszen igazából, ha januárban kerültünk volna adásba, akkor egy picit értékeltük volna a tavalyi évet, illetve egy kicsit előre tekintettük volna a 2017-es évre. Azt gondolom, hogy a tavalyi évben nagyon nagy dolog volt a nyílt nap ismételt megrendezése. Hát sok minden mellett igen az is. Talán az azért ilyen emlékezetes, mert ha belegondolunk mondjuk egy kisvárosi keresztény közösség életét, hogy hol helyezkedik el, akkor az mindig egy ingatlan rendszerben bezárva, vagy egy intézményi struktúrában. Na most pont azért indult ez el annak idején, most már a második alkalom volt 2016-ban, hogy kijöjjünk innen. És amilyen nyomot hagy, azt mondjuk mi 2 évvel ezelőtt kitettük ide egy nagy molinóra, azért van kiírva, hogy szeretnénk, hogy gyülekezet az ilyen vendégváró gyülekezet legyen. Senki ne érezze azt, hogy nincs megkeresztelve, nincs vallásos háttere, ő csak érdeklődik, vagy egyáltalán keres valamit az életben, hogy ne valamilyen feltételekhez kössük a velünk való kapcsolatot, mert Isten sem erre tanít egyébként. Tehát ez egy nagy butaság, amikor azt gondoljuk, hogy Isten akkor szeret bennünket, ha mi, és akkor soroljuk, ilyenek meg olyanok leszünk, ilyen vagy olyan egyházi dolgokat megteszünk, mert Isten nem így tekint ránk. És igazából ez a mi küldetésünk, ez ennek egy ilyen sajátos megélése volt tavaly. Sikerült kinyitni annyira a templom, a környező területnek a kapuit, hogy találkoztak olyan emberekkel, akik úgy általában a vasárnapi istentiszteleteken nincsenek itt? Vagy csak nagyon-nagyon ritkán? Hát, hogyha megfogalmaznám, talán ez nagyon furcsa hangzik a gyülekezetnek a küldetését, akkor az lenne a vendégvárunk nyílt napon túl minden alkalommal, bármit csinálunk, hogy mi egy ilyen belterjes, hát nagyon idézőjelesen mondom, galambász egyesület legyünk, ahol van tagdíj, mit tudom, micsoda, és azok ide tartoznak, hanem egy olyan közösség, ahol itt van az ajtó, és az ember bejöhet ide, és talán olyan nagyon-nagyon furcsán hangzik ezt itt megfogalmazni, hogy legalább annyira tekintek így egy temetés, vagy egy esküvőre, ahol olyan emberekkel találkozunk, akik egyébként nem jönnének el közénk. És hogyha ezt nézem, akkor minden évben hálás vagyok 8-10 emberért, ez nagyon kevésnek tűnik, de hogyha ezt mondjuk kivetítjük egy 10 évre, akkor ez egy új gyülekezetet jelent. Tehát ilyen módon sok minden olyan öröm van a szívemben a tavalyi évre visszagondolva. Akik itt maradnak és találkozunk velük és elmondják, hogy miért. A tavalyi évben egy szomorú haláleset miatt egy kicsit nagyobb terhet kellett átvállalniuk, hiszen a gyömrői gyülekezetben szolgáló lelkész elhunyt, és addig nem volt más, mint Önök helyettesítették. És én örömmel olvastam azt a gyömrői oldalon, hogy megoldódott ez a feladat. Igen, hát a gyömrői lelkész társunk 2015. szeptemberében váratlanul halt meg, és onnantól kezdve szeptembertől 2016 nyaráig jártunk át tulajdonképpen, én lehet, hogy többet is voltam egy kicsit, mint itthon, de ez volt a feladatunk. Tehát most az, hogy sajnáltatjuk magunkat, meg sok volt szerintem, ez nem lehet tisztességes dolog. Tehát volt egy családi tragédia, mert a lelkipásztor is családban él nálunk, volt egy gyülekezeti sok, és a lelkész váltás ebben a helyzetben szerintem a legtisztességtelenebb dolog lett volna siettetni. Tehát ott fontos volt, hogy gyülekezet élje meg a gyászát, és aztán nyárra meg kellett, hogy találják. Hála Istennek most már azóta a beiktatás is megtörtént. Egy fiatal lelkésztársunk a feleségével, egy kicsi gyerekkel költözött a gyömrői parókiára. Megmaradt 2017-ben ez a kapcsolat, ami gondolom a választást Ön is segítette? Vagy egyáltalán hát volt kellett közön, segíteni? Tehát 2 dolog volt a gyömrőre járó helyettesítésben. Az embernek tudatosítani kellett, hogy én nem csinálhatok olyasmit, amit mondjuk lehet csinálnék, mert én helyettes lelkész vagyok ott. Illetve amikor elköszöntünk, akkor úgy kellett elköszönni, hogy volt itt egy 9 hónap, egy kisbaba pontosan felnőtt fany édesanyja méhében, és ennyi volt a mi ottani feladatunk, és azt el kellett engedni, de ez így volt rendjén. Beszéljünk akkor most már az idei évről. Milyen feladatok várnak a monori gyülekezetre, Önre, mint lelkipásztorra? Mi a legfontosabb, amit 2017-ben el kell végezni? Ha mi lelkészi hivatásunkat mondjuk naptári évhez kötjük,
akkor szerintem nem helyes úton járunk. Mert az életben sem így van, hogy hát én most ebben az évben tervezek, hogy valamit csinálok. Nyilván, aki eljut az érettségig, az tervezze és érettségizene. Vagy aki gyereket vár, az örüljön annak. De a mi küldetésünkben azt gondolom van egy mondjuk 95% folytonosság. Most az asztal hogy van megterítve, és az alkalmakból mit hagyunk el, és mi lesz új, az egy másik kérdés. De a küldetésünk az, hogy az ember Isten nélkül elveszett, és Isten Krisztusban megoldást készít, és ebben nem semmiféle elvárás, ezt nekünk továbbítani kell. Most ebben van sok minden, az idejében sok helyen halljuk, hogy a reformáció 500. évfordulója van, ebben is keressük valahol a hangsúlyokat, hogy nekünk mit kell megélni, de azért sokkal inkább azt látom, hogy ha az egyház akciókban él, akkor az nagyon könnyen minimum gyanussá válik. Mert az Istennel a közösség az folytonosságról szól. Tehát mire gondolok, hogyha az egyház, mondjuk én lelkipásztorként morgok, hogy mert az emberek csak karácsonykor jönnek, vagy húsvétkor templomba, de én ugyanígy gondolkodok, akkor szerintem, és nincs is jobb számon kérni senkit, mert nem tudom kinek milyen az élethelyzetet, tehát ígérgetni nem kell. Nekünk kell hűségesen végezni azt, amit az iskolában, az a 600 gyerek jelent, vagy amit az ide bejövő emberek, vagy én lelkész vagyok akkor is, amikor az utcán végigmegyek. És akkor ebben kell valahol megtalálni, éppen ebben az évben mi az a prioritás. Most, ami nekem a szívem van, egyszer erről beszélgessünk a következő hónapokban, hogy mit jelenthet mondjuk nekünk az, hogy egy fél évezredes reformációra emlékezünk egy ilyen kerek évfordulón. Jó, legyen akkor ez a legyen következő ez adások egyikének a témája. A legutolsó istentiszteleten, amit itt voltunk és forgattunk, akkor nem ön vagy a felesége szolgált vasárnap, hanem egy fiatal teológus hallgató. És ővele már azt hiszem nem is először találkoztunk ilyen felvétel alkalmával. Igen, hát két dolgot szeretnék erről elmondani, mert ugye akik ezt az adást látják, mondjuk a Gemény Televízió nézői, meg az istentiszteleteket, azok valahol érzik, hogy miről beszélnek. Tehát az, hogy innen van egy lehetőség, mert ez egy lehetőség, hogy havonta istentiszteleteket hallgathassanak, illetve láthassanak a televízió nézők, az egy különleges ajándék nekünk, így fogalmazom. És nem arról szól, hogy na, Schaller Tamás kell mindig hallgatni. Tehát én ebben nem vagyok olyan, hogy na, a hónap utolsó vasárnapja mindig nekem kell prédikálni, mert nem lehet tisztességes dolog. És akkor, ahogy a gyülekezetben, hol a feleségem, hol egy-egy itt diák éveinek az utolsó gyakorlat évét töltő teológus szolgál, most az egy sajátos helyzet van, hogy egy monoron felnőtt fiatal ember a 6. éves teológusunk, aki most ennek a tanévnek a végén lesz igazából lelkipásztorrá szentelve majd, és hát őt láthattok, Sinkovics Rihárdot. De voltak olyanok, akik nem innen származtak, most éppen egy monori fiú van itt nálunk. Hogy fogadja a gyülekezet ezeket a fiatalokat? Hiszen hozzá vannak szokához, hogy Schaller Tamás, vagy éppen Tíme, ahogyan hirdet igét, és aztán jön egy fiatal lelkész, és lehet, hogy teljesen más. Én sokszor lennék a helyükbe, mert sok mindent elmondok. Tehát vezető lelkipásztorként, de ez csak az őszintességem, talán azt mondják, a tévében is nem is szabad elmondani. Tehát szerintem nekik jó dolgok van, mert szeretik itt a fiatalokat a gyülekezetben. Tehát sokkal több a szeretgetés, mint a kritika. De ez így van rendjén. Azt sokszor nem értik, hogy a gyülekezet megválasztott lelkipásztora az egy teljesen más pozíció. Tehát valamikor itt ez a státusz megüresedett 2002-ben, akkor keresett a gyülekezet, és egyszer csak megválasztottak bennünket. Na most a teológusok, őnekik van egy diák évük, amikor itt vannak. Illetve van, aki segédlelkész, de segédlelkész is azt jelenti, amíg én nem akarok önállósodni, addig itt vagyok, de a felelősség akkor se az ővé. Tehát ugye ez a világi munkahelyen is így van, hogy sokan azt mondják, könnyű a főnöknek, a főnök meg azt mondja, könnyű beosztottnak, az egyébként meg nagyon nagy különbség, hogy azért, hogyha mi nem csak a szószéken beszélünk erről, hanem megéljük, hogy a főnökünk akkor is lát, amikor más nem lát, és tényleg Isten előtt végezzük, akkor meg egyformák vagyunk. Csak a gyülekezet sokszor ezt nem érzi. Csak egy példát hagyd mondjak, hogy 6 évig itt szolgáló segédlelkész
elment innen, gyülekezett, nem értette most, mi történt, de tudtuk, hogy el fog menni, mert segédlelkész volt, és én nyírtam a fület, és valaki bekiabált a kapuról, abszolút nem gyülekezetbe járó ember, hogy na mi van, visszajöttél nosztalgiázni, és akkor én nem értettem, miért mondja, és akkor rájöttem, de azért mondja, mert összekevert vele, de azt hitt, hogy még a fűnyírás az nem is szokott történni nyilván, csak értjük ezt a dolgot. De nem kell az embereknek ezt tudni, hogy most ki a nagypap, meg a kispap, szerintem Isten, hogy egyformák vagyunk. És ha valaki fölmegy a szószékre palástól a vállán, akkor ugyanúgy kell hallgatni a hallgatóságnak, mint hogy akármelyikünk lenne. Ilyenkor van egy kis segítség a vezető lelkész részéről egyébként, vagy ő teljesen önállóan dönti már el így szerintem a hatodik évben, hogy miről fog beszélni, vagy egyáltalán hogy építi fel azt a 45-50 percet, amit ő föntölt a szószéken? Sokkal többet kellene, hogy segítsek. Ez nem egy minősítés, hanem inkább az én vívódásom. Tehát amikor én voltam ilyen fiatal diák, akkor nekem is volt felügyelő lelkészem tőlünk 40 kilométerre, és mindent én csináltam. Meg volt annak az előnye is, de azért az jó, amikor valaki ott van. Az egy másik kérdés, hogy nem vagyunk erre igazából jól megtanítva. Tehát mondjuk a gyümlői helyettesítés a tavalyi tanévben az nehezebbé tette, hogy nem voltam itthon. De hát ilyenkor mindenbe bele kell vezetni, mert ahogyan klasszikusan a legtöbb felsőoktatásban gyakorlatosokat nem tanulnak, és a teológián pont ez egy évet adnak arra, hogy na, akkor lássa, hogy milyen a gyakorlatban. Ebben nekünk sokkal többet kéne segíteni. Akkor ezek szerint Ricsivel fogunk még találkozni. Igen, nem is. Jó néhányszor. Beszéljünk egy picit a fiatalokról. Itt már elhangzott egy szám, 600 kisdiák körülbelül, akik oktatásban, hittamban részesülnek. 2017-ben is olyan nagyon sok program lesz majd, amin az ifisek, a kicsik, a nagyok ki tudnak teljesedni, és itt egy kicsit megbolygatják a templomkertnek a csendjét. Hát érdekes az, hogy a gyülekezeti létünknek egy túlnyomó része, tehát a felénél jóval több olyan, ami azért annyira nem publikus, meg látványos. Csak egy példát hagy mondjak, mondjuk most van tavasz első napja ma. Ugye, és úgy tűnik, hogy lesz megint két hét tavasz, és nyár következik. Az egy másik kérdés. Hogy már voltak a cselekészek két hétvégén, a fiatal felnőtteink is voltak. Most a hétvégén 60-an voltunk konfirmandus gyerekekkel a Mátrában. Két hét múlva megyünk a családokkal. Tehát évközben is, ez mondjuk az első negyed évnek a csámborgása. Egyébként a gyülekezetben is nagyon feszes az alkalom struktúra, amilyenben ki megtalálhatja saját maga helyét. De én nem vagyok a számok bűvöletében, tehát hogyha a hittanosokat nézem, hogyha jövőre csak 500 gyereket hitoktatunk, az nem azt jelenti, hogy elveszítettünk 100 gyereket. Tehát most van egy ilyen keresése az embereknek. Nem biztos, hogy mondjuk egy 20 fős hittancsoportban jobb, hogyha az a két gyerek is ott van, aki a 18-nak tönkreteszi az óráját. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most ezt tanulja a társam. Moda jött a gimnáziumba egy fiatal srác hozzám, hogy ritkájára költönybe órát tartani, ugye éppen máshol is volt dolgom, és akkor mondja, hogy maga pap mit keres itt? És akkor el kellett mondani, hogy a közoktatási törvény mit ír el, de én örültem neki, hogy ő végre megkérdezte, lehet, hogy a tanár kollégák is megkérdezték volna, csak ők nem bátrak ebben a dologban. Ezt meg kell tanulni a társadalomnak. Amit biztos, hogy érdekes, ebben is legyünk őszinték, hogy ma Magyarországon órarendi keretek között erre van lehetőségünk, lehet, hogy 10 év múlva így beszélgetünk, akkor nem ez a helyzet. Tehát most erre van egy adottság, ezt nekünk becsületesen kell végezni. Ezt mi lesz ez majd a jövő zenéje? Hát adja jó Isten, hogy 10 év múlva még itt tudjunk beszélgetni mind a ketten erőben, egészségben. Ha jól tudom, akkor a mostani felvétel után jegyes pár fog majd önhöz érkezni, ha jól rémlik a időpont egyeztetésnél. Ugye annak idején beszélgettünk már, hogy hát nem olyan sokan szánják rá magukat a házasságkötésre, egyáltalán a házasságkötésre sem feltétlenül, de nem feltétlenül biztos az, hogy egyházi esküvőt is terveznek. Mégis azért vannak jó néhányan, akik szeretnék így is megerősíteni az összetartozásukat. Hol tartunk a naptárban bejegyzések tekintetében? Hogy alakul ez? Gondolkodnak másképp a fiatalok, mint mondjuk 5 évvel, 10 évvel ezelőtt? Hogyha az elmúlt 15 év statisztikát nézem, akkor biztos, hogy több esküvőnk lesz, mint az átlag az idén is. Ha azt nézem, hogy és tévében nem szabad konkrétumokat mondani, a környékben lakodalmas házak, azok vonzák azokat a párokat is, akiknek nem mondani az illetőségük, akiknek én mindig elmondom, hogy ha területileg illetékes lelkésszel van kapcsolatuk, akkor ő foglalkozzon veletek, mert hosszú távon velük van kapcsolatuk, de minden évben legalább egy 6-8 olyan pár van, akik nem itt laknak. Hát csak két példát hagyd mondjak, hogy idejött egy Budapestről egy
nagyon szimpatikus fiatal doktornéni, aki az előző találkozást elnézte, és akkor hozott süteményt, és én cukorbeteg vagyok, senkinek semmi köze nincs, nem mondtam meg neki. És akkor úgy gondolkodtam, milyen jó a fiúnak, hogy egy ilyen csinos doktornéni mennyasszonya van, és kiderült, hogy ő egy fiatal doktorbácsi. És akkor ők olyan nagyon lelkesen jönnek, és mondták is, amikor én kicsit szabadkozok a beszélgetés elején, hogy anélkül nincsen senkinek itt tempom, és külön nem beszélgetnék, és mondják, hogy ők olyan helyet is kerestek, ahol velük foglalkoznak. Az előbb pedig fölhívott Németországból egy fiatal hölgy, és mondta, hogy az esküvői nem jönnek haza már, csak előtte néhány nappal, akkor mi szabadságban leszünk, hogy akkor Skype-on hogy fogunk beszélgetni. És ez olyan jó, hogy nem én vagyok erőszakos, hanem én mondtam egy lehetőséget, és akkor én most számunk kérni, akkor ezt hogy fogjuk csinálni. Tehát azt mondják, hogy a posztmodern ember az nem foglalkozik vele, hogy mit mond a szomszéd, meg a paneltömbben, de akár egy ilyen mai lakóparkban, hogy ki kicsoda, de saját maga életében ez egy segítség, mert nem avval törődik, hogy a másik megítél, vagy nem, mert nem érdekli. És van ebben egy nyitottság. Tehát szoktam mondani, hogy az én lelkipásztori hivatásomnak egy nagyon jelentős része az úgy történik, hogy ketten vagy hárman ülünk egy szobában. És ezt nem kell senkinek látni, és nekem ebben sok örömöm van. Tehát ma egyébként két pár jön, nem is egy, de nem baj, ez így van rendje. Tehát ez a februártól augusztusig hetente kétszer-háromszor 4-5 pár szokott jönni mindig, de én ezt örömmel végzem, mert ez a küldetésünk része. Hát ez nagyon jó dolog, azt gondolom. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy nyílt nap. Talán ugorjunk egy picit az időben, és akkor egy picit tekintsünk ki őszre, és megint zárjuk akkor a beszélgetést a nyílt nappal. Gondolom, hogy szervezik, és meg lesz tartva, és van ismételt célja ennek a 2017-es nyílt napnak is. Tehát most a kicsit itt a nyílt nap köré építve úgy tervezzük, hogy lesz Borvidékek hétvégé egy szombaton, ugye itt most a pap reklámozza a többieknek az alkalmát, és azt mondtuk, hogy ha a gyülekezetbe járó embereinknek az udvarán van sátor, akkor lépjünk egyet, és akkor másnap, amikor már nincs hivatalos program, mi az Isten tisztelet meghirdetjük kint egy pincébe. Akinek ez annyira furcsa, különös, annak tartunk itt is. Én például oda fogok menni Isten tiszteletre. Hogy legyen egy ilyen, hogyha ha mondanom van egy ilyen hagyománya, tapasztalata, családi örökség, vagy van egy ilyen pincefalú, akkor éljük azt meg, hogy mi ezt nem ítéletként éljük. Egyébként érdekes, hogy volt 3 héttel ezelőtt egy ilyen presbiteri borkostoló, ahol mindenki józanul ment haza, és akkor csomó mindent tanultunk a hozzáértő gyülekezet tagjainktól. Akkor augusztus 20-a az idén vasárnapra esik. Tehát amit a lelkészek mondjuk az augusztus 20-a ünnepségen tettek, azt most nem biztos, hogy ismételni kell. Ez is kérdés, hogy ebben is hogy meg kéne élni, hogy akkor most ha vasárnap van, azt hogy kell másképp csinálni. És akkor ennek a folyamatában lesz a nyílt nap is, hogy akkor egy kicsit ugyanígy kint leszünk az ingatlanainkból. Tehát ez most olyan szépen egy ilyen folyamatnak látom. És akkor, ahogy 2016-ban minden egyes hónapban a lelki otthont befejeztük egy bibliai idézettel, azt gondolom, hogy nem szabad ezt a jó kis sorozatunkat megszakítani, és a 2017-es évben is tegyük akkor így. A mai alkalomra nagyon sok mindenről beszélgettünk. Mi az, amit üzenni tudna a nézőknek, akik keresik a lelkét? Tehát két bibliai igen van nagyon bennem ma, az egyiket egy hitancsoportban beszélgettünk, a másikat ma olvastam a gondozási központban. A vihar lecsendesítésében mondja az Úr Jézus a halálfélelemtől gyötört tanítványnak, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Szerintem, hogyha az idén először találkozunk, ez egy ilyen jó indulás, hogy van, aki bátorít bennünk. Ez egy olyan világban, ahol nagyon sok ellendrukker van. A másik pedig egy édesapa, aki a gyerekéért küzd, és azt látja, hogy még a vallásosok tudnak segíteni, és azt mondja Jézusnak, hogy hiszek Uram, és légy segítség az én hitetlenségemnek. Mert a hitünk is olyan, hogy ha Isten nem segít, akkor nagyon-nagyon sokszor elakadunk ebbe, és ez jó bevallani, hogy én hiszek, de Isten segítsen engem az én küzdelmeimben. Hát ezt kívánom mindenkinek, hogy éljük meg. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, szépen. Az idei első beszélgetést. Kedves nézőink, a Lelki Otthonnak a mai műsorra nézve vége van. Egy hónap múlva, április utolsó szombatján újra jelentkezünk Sallert Tamás református lelkésszel. Addig is viszontlátásra!